Parkolófelújítás, útfejlesztés, vagy éppen lakótelepi házak felújítása, vagyis panelfelújítás. Adivárosban tényleg mindig történik valami. Szinte minden héten mutatunk be és adunk át újabb és újabb fejlesztéseket. Jó estét kívánok, köszöntöm a Győr Plusz Televízió kedves nézőit. Ez itt a Konkrét, benne pedig egészen konkrétan adivárosi fejlesztésekkel foglalkozunk, mert hogy van belőle, volt belőle bőven idén is, éppen a mai napon is parkolófejlesztést, bővítést avattunk fel. Nem véletlenül két képviselő úr a vendégünk ma este, Radnóti Ákos alpolgármester úr, jó estét kívánok! Jó estét kívánok! És Gansz Tamás képviselő úr, aki Adiváros másik önkormányzati képviselő, jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Hát uraim, Adiváros a téma, sokszor elmondjuk, de aki itt él, hát mi is itt működünk a Győr Plusz Média, jól látjuk, hogy tényleg mindig történik valami Adivárosban. Ma éppen parkolót bővítettünk, illetve parkoló bővítést adtunk át. A parkoló kérdés az kiemelt kérdés Adivárosban, sokszor sok helyen elhangzott már, annó nem úgy építették meg ugye ezeket a házakat, hogy megfelelő mennyiségű parkoló legyen hozzá, ezért is fontosak a parkoló bővítések. Idén több mint 30-al sikerült bővíteni ezt. Hol, merre sikerültek ezek a bővítések, alpolgármester úr? Valóban egy kiemelt terület a parkolóhelyek bővítése. Én örülök neki, hogy 2010 óta, mióta képviselő vagyok, kiemelten tudunk ezzel foglalkozni, és minden évben adunk át, hogyha átlagolom olyan 20-30 parkolóhelyet Adivárosban. Hát, hogyha összeadjuk, ez 6 év alatt egy jelentős szám a korábbihoz képest, de természetesen 2006 óta, mióta ez a városvezetés van, akkor is jelentősen foglalkoztak ezzel a kérdéssel, amíg nem voltam képviselő, viszont képviselőtársammal együtt is ezt kiemelten kezeljük, ezt a kérdést. Valóban szükséges azt hozzátennem, hogy amikor ezek a panelházak épültek, sajnos nem megfelelően gondolkodtak az akkori jeles képviselők a témában, hiszen most ezeket a gondokat nekünk kell megoldani, és de nem tétlenkedünk, megoldjuk ezeket a gondokat, de természetesen ez kell megfelelő anyagi forrás, amit próbálunk előteremteni. Sokszor ugye a kérdés is az, hogy hol bővítsük a parkolóhelyeket, hiszen nem egyszerű kérdés, mert zöld területből kell elvenni, ilyenkor ezt is orvosolni kell, a lakosság véleményére szükség van, és hát valóban ugye a gépkocsi állomány pedig jelentősen növekedik, hiszen nem egy, hanem gyakran már két autó van, nem könnyű megoldani, és a garázsokban sem férnek el olykömmel az autók. A lényeg az, hogy dolgozunk ezen, és ebben az évben is 30 fölött lesz, amit átadunk parkolóhelyet Adivárosban, a jövő évben is folytatni szeretnénk. A jövőről majd még beszélgetünk. Képviselő úr, a legújabb parkolófejlesztés, az a mai átadás az önkörzetét érinti, ez most 9 új parkolóhely, amit majd tükrözni lehet, és akár 18 is lehet belőle. Nagyon gondos előkészítés előzte ezt meg. Hogyan, miképp jöhetett létre ez a 9 új parkoló, és mennyiben segíti a környéken élők parkolási problémáit, illetve annak megoldását? A tavalyi évben keresett meg az egyik lakó, hogy nagyon nagy gondokkal küzdenek ott a környéken, hiszen esténken, de van, amikor napközben se tudják letenni az autójukat, vagy ha igen, akkor az csak messzebbi utcákban sikerül. És egyik helyszínt ajánlotta pont ott, ahol ez a parkolóhely most bővítésre került. Akkor én azt az útkezelővel meg is beszéltem, hogy mit lehet ott tenni, és elkezdődött a tervezési munka. Ennek a vége lett most ez az új parkolóhelynek a kialakítása. Fontosnak tartottam, és a kedves lakó is ebben partnerem volt, hogy az ott lévő környező házakban élő lakókat megkérdezzük arról, hogy mi is a véleményük ennek az új parkolóhelynek a kialakítása tekintetében, hiszen zöld területből kell elvenni, másképp nem lehet ezt megoldani. És azt mutatta ez a rögtönzött felmérésünk, hogy a lakosság többsége támogatja. És azóta is nagyon örülnek ennek a fejlesztésnek. Parkolóhelyből sosem elég, úgyhogy ezt folytatni is fogjuk a jövőben. Nem csak parkolóbővítések vannak, útfejlesztés is zajlott a közelmúltban, az Ifjúság körút egy 350 méteres szakasz újult meg, szintén a fejlesztés érinti mindkét képviselő urat. Alpolgármester úr, ez miért volt fontos, hiszen több mint 30, talán 40 éve nem nyúltak komolyabban ehhez az útszakaszhoz, viszont ez egy olyan fontos, forgalmas út, hogy rengetegen használják, ezért is volt fontos véleményem szerint. Az Ifjúság körút egy nagy forgalmú utca a városrészben. Örülök, hogy ilyen szintű felújításra sor került, hiszen nem csak az útfelújítás az utcát érint, hanem a városrész legnagyobb útfelújítási munkája volt. Ezt is szeretnénk folytatni, több ütemben, három ütemben szeretnénk megújítani, hiszen hosszú útszakaszról van szó. Itt most az a rész újult meg, hogyha a Tihanyi-Árpád útról elindulunk, és egészen a Kodály Zoltán utca kereszteződésen túl még egy kis szakasz el tudott belőle készülni. De az Ifjúság körúton rengeteg minden történik, hiszen aki ott lakik, ezt nyilván tapasztalja, de aki nem ott lakik, neki is szeretném elmondani, hogy egyrészt most az útfelújítás
felújításon kívül elkészült mindkét oldalon a kerékpárút és a járda, ez már megtörtént korábban. A közvilágítás is, tehát érdemes este átautózni ezen az útszakaszon, hogy ledes megvilágítás kapott, sokkal nagyobb fényerő van, és hát energiatakarékosabb is. Hát nem mellesleg a zöld területeket pedig az mindkét részen, az utca elején és a végén is jelentősen fejlesztettük. Kikapcsolódási lehetősége az utcán, hogy a Barátságpark utcató végén az Adivárosi tó és a Várjátszótér és környezete. Azt gondolom, nagyon sok minden történt ezen a részen, és hát dolgozunk azon, hogy még több minden fogjon még történni. A képviselő urat is érinti az ifjúságkörúti fejlesztés. Az ott lakók mit szóltak ez a fejlesztéshez? Nem ment nagyon simán, azért egy jó néhány hónap ráment erre, de megérte várni, mert nagyon jó sikerült, jó minőségben sikerült a kivitelezés. Mit szóltak a körzetében élők? Mennyiben segíti az ő közlekedésüket a mindennapokban? Hát igen, nem zajlott könnyen, hiszen az ifjúságkörútnak az a része, ahol én mondjuk az önkormányzati képviselő, ott közel 300 embert érint ez a felújítás, és a mindennapjaikban azért gátolt őket, hogy lassítani kellett, és az útfelújítás problémákat okozott a közlekedésben, de most már kész van, és szerintem pozitívan gondolnak már arra az időre is, megszépült így, és örülnek annak, hogy így könnyebben tudnak eljutni a plázába, a kórházba, és akár Marcavárosba is. Egy újabb fontos téma, ha már Adivárosról beszélünk, a panelfejlesztés, nagyon sok helyen zajlik most is a munka, éppen tegnap Karákos számolt be arról, hogy pontosan azt hiszem 86 épület fog megújulni a következő év augusztusáig, Adivárost is érinti, sok helyen vannak beburkolt házak, ez is fontos a város rész életében. Ez egy rendkívül jó program volt, az Otthon Melege program. Az önkormányzat sokat segített abban, hogy sokan tudjanak pályázni, és nagy öröm számomra, hogy Adivárosban a lakosság összefogásával, a közös képviselők megfelelő együttműködésével tudtak pályázni, sokan és nyertes pályázatok vannak, hiszen nem mindegy, hogy egy ilyen ház meg tud újulni mind kívülről, mind ugye hőszigetelés kap, a nyilázárok is kicserélésre kerülnek, és hát nagyon fontos a fűtés, korszerűsítés, így komplexen ezzel jelentős költségeket tudnak a lakók megtakarítani. Itt az állam szerepe elévőhetetlen, hiszen 50% támogatás egy óriási összeg, de az önkormányzat nem kevesebbet, mint 25%-ot még pluszba hozzátesz. Ez hozzátesz, nem lenne egyáltalán kötelező, de Győr város ebben is jelen nagyon pozitív dolog, hiszen 75% támogatás kapni egy felújítás egy óriási jelentőségű dolog, és hát jelentősen meg fog változni a városkép, öröm végigmenni az utcákon, mind az Ifjúságkörúton, Tihanyi Árpád úton, egy kicsit messzebb ettől részt a Szabolcska utcában, és nagyon sok ház, társasház újult meg, és most is zajlanak a munkálatok. Képviselő úr, az ön körzetét mennyiben érinti a panelfejlesztés? Ráadásul, ha jól tudom, ön is panelben él, úgyhogy saját bőrén érzi, hogyha fel van újítva, vagy nincs felújítva. Mi a véleménye a panelfejlesztésről, mert hogy itt a környéken is rengeteg ház újul meg? Igen, az én körzetemben, tehát hogy most körbe megyünk, és látjuk, hogy zajlanak ismét a panelfelújítási munkálatok, ahol ugye most az előbb voltunk átadni a parkolóhelyeket, ott is a Kassák-Lajos úton és a Tihanyi Árpád úton zajlanak ezek a fejlesztések. Hát nagyon jó dolog, mert a lakás értékét növeli, ez talán az elsődleges szempont, de nem elhanyagolható persze az sem, hogy a fűtésszámla kevesebb lesz. Sok lakó és közös képviselő keresett meg, mielőtt elindult ez az Otthon Melege program, hogy szeretnének pályázni, és segítsek benne. És meg is tettem a szükséges lépéseket, és olyan felkészült szakemberekhez irányítottam őket, akik tudtak nekik ebben a pályázatban segíteni. És az élet nem áll meg a jövőben sem, hiszen itt van még az évvége, és jön 2017. Mire számítsanak az adivárosiak? Akár út, akár parkoló, akár bármilyen fejlesztésre gondolunk, mire számíthatnak? Mi az, ami terve van véve, amihez ugye közgyűlési hozzájárulás kell, és persze a költségvetési hozzájárulás, hogy meg is valósuljon? Mi az, amiről már lehet beszélni, ami szinte biztosan meg is valósul? Azt gondolom, amiről szót ejtettem az elején, és a parkolóhely bővítés, az mindkettő képviselőknél, nálam is, és a Tamás képviselőtársamnál is biztos, hogy elsődleges lesz, és folytatni fogjuk. Tehát jövőben biztos, hogy megint 20-30 parkolóhelyet át fogunk adni a városrészben, ezt biztosítani tudom. Illetve a zöld terület fejlesztés, ami szintén a szívem csücske, hiszen az Adivárosi tónál már fantasztikus, amit ugye véghez vittünk a Várjátszótérrel, a tó megújításával. Van még mit tenni a környéken is, illetve a Kuopio parknál is további csinosítás. Lehetőségek. Nem elhanyagolható szempont az, hogy a parkolóját is építünk, egy-egy fa kivágásra kerül, de mindenkit szeretnénk megnyugtatni, a zöld területekkel kiemelten foglalkozunk, 1000 darab fát ültetünk el Győrben ebben az évben is, így ahol szükséges természetesen pótolni fogjuk, sőt jóval nagyobb mennyiségben, úgyhogy a zöld területekre oda fogunk figyelni, de tavaly is elmondtam, mindig van egy ilyen meglepetés, amit most még nem szeretnék elhinteni, hogy mi lesz, a jövő évben is lesz olyan fejlesztés, ami azt gondolom, hogy a városrész összes lakójának egy újdonság,
lesz, és egy nagyon jó dolog lesz, majd erről természetesen akkor be fogok számolni. Képviselő, az önkörzetében mire számítsanak az ott élők, akár most az év végén, akár jövő évben, milyen tervei vannak, milyen kérésekkel keresték meg önt, amihez véletlenül sikerül is majd költségvetési támogatást szerezni? A lakók megkeresnek sok ügyben, tehát elég, ha most a közelmúlt ugye a parkolóhely bővítésnél, vagy mondjuk pont ott a Tihanyi Árpád út 65 szám előtt nézzük, hogy új szemetesek kerültek kihelyezésre, hiszen sok lakó panaszolta, hogy szemetes az a rész, hiszen ott van a helyi buszmegálló is, és a vidéki buszmegálló is. Ugyanilyen ütemben várhatóak további szemetesek kihelyezése is, de nem elhanyagolható rész lesz a jövőben, hogy újabb olyan járdák fognak megújulni, amik eddig rossz állapotban voltak, vagy akár nem is voltak, mint ahogy itt a Kúpió Parkban láthattuk a tavalyi évben, hogy olyan új járdaszakasz lett kialakítva, amit a lakók eddig csak kijártak, de most már ott járhatnak normálisan, és új játékeszközöket is szeretnék több parkban kihelyeztetni. Erre volt az egyik ékes példa ugye a zöldteletfestés és a játékok kihelyezésénél, hogy a Tihanyi Árpád út mögötti parkban, valamint a Török István út mellett lévő játszótéren is új napvitorlák kerültek kihelyezésre, de ezeket folytatni fogom a jövőben is. Hát akkor izgalmas lesz 2017 Adivárosban. A polgármester képviselő, köszönöm szépen, hogy itt voltak velünk. Köszönjük. Kedves nézőink, ez volt mára a konkrét, a hét második konkrétja, legközelebb már Kárpár Zsolt számít majd a figyelmükre. Pénteken az egyik prímadíjas lesz a vendég, nem mondom meg, hogy ki, tartsanak velünk akkor is, és nagyon vigyázzanak magukra addig is, a viszontlátásra. A műsorvezető ruházatát a Carlo Benetti és a világmárkákat is forgalmazó Griff Collection üzlethálózat biztosította.